Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengén látók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Két asszony állarcban. Írta Forró Pál. Elektronikus változat. Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016 Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya ISBN 978-615-5557-58-3 online MEK 15482 Első fejezet Brent tábornok figyelmesen nézegette az eléje rakott rajzokat és feszült figyelemmel hallgatta Tírmen őr nagy magyarázatait. Az őr nagy civil ruhában volt, szemében monokli és a hangja lágyan, dallamosan muzsikált, mintha nem is rideg számokat sorolt volna fel, hanem elmés paradoxonokkal szórakoztatott volna társaságbeli hölgyeket. Szavamra, Tírmen, mosolygott a tábornok, ez a munka nem csak zseniális, hanem elegáns is. Könnyed és szellemes a megoldása. Gratulálok! Mikorra fejezi be teljesen? Remélem, három héten belül. A tábornok elégedetten bólintott, azután hirtelen mozdulattal félretolta az iratokat és a véle szemközt álló bőrkarosszékre mutatott. Foglaljon helyet, őrnagy úr és gyújtson szivarra! a hivatalos tárgyalást befejeztük, és mint magánember szeretnék önnel néhány szót váltani. Parancsoljon, tábornok úr! A tábornok megint mosolygott. Tudja-e, kedves térmen, hogy nagyon sokáig tartott, amíg elhatároztuk, hogy csak ugyan önt bízzuk meg ezzel a kényes munkával. Őszinte leszek. Nem bíztunk magában. Az őrnagy meghökkent mozdulatot tett. Engedelmet, tábornok úr, mondotta a és és a hangjából mélységes megbántódás érzett, ezt nem érdemeltem. Nyugalom, Tírmen félreértett. Nem a maga képességéről és megbízhatóságáról van szó, amelyekben soha egy pillanatig sem kételkedtünk. Ami a vezérkart nyugtalanította, talán éppen az a tulajdonsága, melyet a társaságban legtöbbre értékelnek. Ön túlságosan hódító, elragadóan elmés férfi, kitűnő táncos gavallér, szóval mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a hölgyek kedvencévé teszik. Bocsánat, tábornok úr, nevetett térmen, de amit mondani méltózték, inkább búknak hangzik, mint szemrehányásnak. Csak türelem, barátom, még nem fejeztem be. Szóval, az ön életében rendkívül sok nő fordult meg és ön büszke lehet arra, hogy Don Juan hírneve ma is még csorbítatlanul ragyog. Még mindig nem értem, tábornok úr. Mindjárt megmagyarázom. Nos, a vezérkart nyugtalanította ez a soknő azt hiszem, fölösleges felvilágosítanom arról, hogy a nemzetközi kémszervezet milyen szívesen dolgozik nőkkel, akik ezer trükkkel, bámulatosan ügyesen férkőznek a kiszemelt áldozathoz. Az olyan törstiszt, aki a legfontosabb katonai titkok birtokában van, állandó érdeklődési központja a kémnőknek. Most már érti, Tírmen, hogy miért aggódtunk. Igen, csak azzal nem vagyok tisztában, hogy ezek után mi nyugtatta meg önöket mégis. Tudomásunkra jutott, hogy ön megváltozott. Ha szabad magam úgy kifejeznem, miharos szenvedélyei harmonikus nyugvópontra jutottak. Nézze, Tírmen, nincs értelme, hogy mi férfiak és katonák kertelgessünk. Szóval tudjuk, hogy önt pillanatnyilag érzései egy előkelő hölgyhöz kötik. Az őr nagy piros lett a haraktól. Tábornok úr, mondotta indulatosan, ezek az én legegyénibb magánügyeim és tiltakozom az ellen, hogy azokba bármilyen módon beavatkozzanak. Őrnagy úr, válaszolta a tábornok, ön első sorban katona, aki magánéletét is a haza tartozik állítani. A mi indiszkréciónk csupán a köteles óvatosság határáig terjedt, és azon túl természetesen tiszteletben tartjuk egyéni szabadságát mindazonáltal lenne egy baráti kérésem. Parancsoljon! Ön most karrierjének nem is remélt lehetőségéhez érkezett. Soron kívüli előléptetés, magas kitüntetés, tekintélyes pénzjutalom vár önre. Kár volna mindezt kockára tenni. Nagyon kérem, legyen fokozottan óvatos, legalábbis a három hét alatt. Felesleges nyugtalankodnia, tábornok úr. A tábornok felállt és kezét nyújtotta. Bízom önben, Tírmen őrnagy. Amikor az őrnagy kiment a szobából, a tábornok néhány halk szót mondott egy telefonkészülékbe. Íróasztalán kis villanylámpa gyulladt ki háromszor egymás után különböző fényekben. Azután egy fémhengerből berregés hallatszott, a henger ketté nyílt és összehajtogatott papírlapok hullottak ki belőlük bizalmas jelentések voltak, melyeket a különböző ügyosztályok továbbítottak csőpostán. Kopogtak. Négy rövid koppanás hangzott, mintha egy madár csőrét verte volna az ajtóhoz. Brent egy gombot nyomott meg az íróasztalán, mire a villamos szerkezetre záródó ajtó automatikusan kinyílt és egy sovány, apró ember lépett be. Herman volt, a katonai titkos rendőrség főnöke. Az ajtó zajtalanul ismét bezárult mögötte. Nos, kérdezte a tábornok, megszerezte az adatokat. Herman önérzetesen mosolygott. A grófnő teljes életrajza birtokomban van, özvegy Polheim Agáta a grófnő született 1904 májusában Berlinben. Atya, Königsfeld báró a fiatal lányt Párizsba neveltette. Itt ismerkedett meg Sosszöl Márkival, akinek 18 esztendős, korában felesége lett. A Márki két esztendeig Németországban a francia nagykövet mellett dolgozott, később alkormányzói ranggal Algírba küldték. Algíriai tartózkodásának hetedik hónapjában bomba merényletet követett el ellene. A bomba megölte a Márkit. A fiatal, alig 21 esztendős özvegy visszaköltözött szüleihez Berlinbe. Két évi özvegyeskedés után ismét férjhez ment, ezúttal Max Polheim Grófhoz, a német külügyi bizottság elnökéhez. Ez a házasság négy évig tartott és egyáltalában nem volt boldog. Polheim gróf és felesége között gyakran voltak heves jelenetek, mert a gróf rossz néven vette, hogy felesége bizonyos rokon érez Franciaországgal szemben, amit nyilván Párizsi nevelése és első házassága fejlesztett ki benne házasságuk negyedik esztendejében a gróf autóbaleset áldozata lett. 120 kilométeres sebességgel robogott az alkanzarmulató egyik ismert szépségével a svájci havasok között. Az autó ki akart kerülni egy paraszt szekeret, de közben egy fának rohant és pozdorjává tört. A gróf szörnyet halt, a táncosnőnek csodálatos módon csupán az egyik lába tört el. Agáta grófnőt rendkívül megrendítette, hogy második férje is ilyen tragikus körülmények között hunyt el, és idegeit még jobban megviselte az a botrányper, melyet a szerencsétlenségnél megsérült táncosnő indított ellene. A táncosnő azzal érvelt, hogy lábétéörése miatt keresett képtelenné lett, és ezért az elhunyt gróf felelős, aki rosszul és meg nem engedett sebességgel vezette az autót. Mint hogy a gróf meghalt, az anyagi felelősséggel az özvegy tartozik. 200 ezer márkára indított pert, és a tárgyalások során igen kényes és a gróf szerelmi életével kapcsolatban botrányos részletek kerültek napvilágra. Az özvegy végül is kiegyezett, mert nem akarta, hogy továbbra is a nyilvánosság elé teregessék családi életének e kínos titkait. Az egyesség megkötése után a grófnő eladta berlini palotáját és utazni ment. Két teljes esztendeig járta a különböző nagyvilági téli és nyári üdülőhelyeket, ahol mindenütt a férfiak érdeklődésének központjában állott. Állítólag volt néhány rövid ideig tartó viszonya, ezekről sohasem lehetett semmiféle bizonyosat megtudni, a grófnő túlságosan gyorsan változtatta tartózkodási helyeit. A férfi, aki azt hitte, hogy győzelme már teljes, egy reggel váratlanul levelet kapott, melyben a szép özvegy arról értesítette, hogy az éjszaka tovább utazott. A levélben soha nem volt egyetlen magyarázó szó sem. Legfeljebb néhány szép rózsát csatolt az érthetetlen üzenethez. A rózsákat bepermetezte kedvenc parfümjével. Két év után Agáta grófnő ismét Berlinben tűnt fel, ahol a Kurfürstendam 75 alatt lévő villát bérelte ki. Tírmen őrnaggyal ez év május 5-én ismerkedett meg a lóversenyen. Az őrnagyot valszembáró Báró Istáló tulajdonos mutatta be. Az összes futamokat együtt játszották meg, mégpedig óriási szerencsével. Öt verseny közül négyet nyertek meg. Ettől kezdve az őrnagy és a grófnő minden nap találkoztak. Barátságuk annyira nyilvánvaló, hogy a társaságban már egészen bizonyosra veszik házasságukat. Ennek egyébként igen kellemetlen következményei is voltak, mert több hölgy, aki szerelmében és hiúságában megbántva érezte magát, részint nyílt utcai botrányt rendezett, mikor az őrnagyot a grófnő társaságában megpillantotta, részint különböző vádakat tartalmazó levelekkel árasztották el a katonai parancsnokságot, amelyeknek alaptalanságát azonban a megindított vizsgálat minden esetben tisztázta. A tábornok figyelmesen hallgatta a jelentést. Köszönöm, rendőrfőnök úr, mondotta. Ezek minden esetre érdekes adatok. Most szíveskedjék arra válaszolni, van az őrnagynak a grófnőn kívül más olyan hölgyismerőse is, akivel gyakrabban érintkezik. Nincsen. És milyen társasági életet folytat a grófnő? rengeteg ismerőse van, különösen politikai és diplomáciai körökben, aminek magyarázatát előző házasságaiban kell keresnünk. A grófnő híres kedd estéiről, melyen a legismertebb államférfiak és politikusok találkoztak, igen sokat beszéltek annak idején. Köztudomású volt, hogy számos karrier lendült innen a magasba és legalább annyit gáncsoltak is el a hírhet rózsaszínű teremben. Ezeket a fogadó estéket azonban a grófnő több mint fél esztendeje beszüntette, és mióta bensőbb kapcsolatok fűzik Tírmen őrnagyhoz, meglehetősen visszavonultan él. Még egy kérdést, Herman. Hogyan gondolkozik a grófnő a jelenlegi kormányról? A rendőrfőnök széles mozdulattal meghajolt. Tábornok úr önvalóban ért ahhoz, hogyan kell a dolgok elevenére tapintani. A grófnő szalonjának feloszlatása pontosan egybe esik a mai kormány uralomra jutásával. Ortner doktor miniszterelnök régi ellenlábasa a grófnő első férjének. Ortner akkoriban külügyminiszter volt és mint ilyen, gyakran került össze a zöld asztal mellett Sosszöl Márkival és a kettőjük közötti viták néha igen elmérgesedtek. Állítólag Ortner kívánságára helyezték el Berlinből Sosszölt, és a grófnő lelke mélyén őt tartja ura hiszen a márki miatta került Algirba, ahol a bomba merénylet áldozata lett. Pillanatnyi csend támadt, azután a tábornok egészen halkan megkérdezte. Megtörtént a házkutatás. Két ízben, tábornok űrö amint tudni méltóztéik, Teréz nevű legügyesebb ügynökünknek még a múlt héten sikerült, mint komorna beszegődni a grófnőhöz. Teréz már kétszer átkutatta utasításaink alapján a grófnő valamennyi szekrényét, fiókját, de semmi gyanúsat nem talált. Köszönöm, rendőrfőnök úr! A grófnő megfigyelését természetesen folytatni kell. Teréznek addig minden esetre ott kell maradnia, amíg Tirmen teljesen el nem készült a tervekkel és amíg le nem zártuk ennek az ügynek az aktáit. Mint régi rendőr, bizonyára megérti óvatosságomat. A rendőrfőnök némán meghajolt. Az asztalon apró kék lámpa gyulladt ki. Az ügyeletes tiszt fontos látogató érkezését jelentette. A tábornok a terem hátsó részéből nyíló ajtón bocsájtotta ki a rendőrfőnököt. Nem szerette, ha látogatói találkoztak egymással. Második fejezet Polheim Agáta grófnő élénk mozdulattal sietett a szalonnyába lépő férfi elé. Pol kiáltotta meglepetten, mikor érkeztél. Sejtelmem sem volt, hogy Berlinben vagy. Miért nem jelezted egyetlen leveledben sem, hogy ide szándékozol jönni? Féltem, hogy mint már annyiszor ezúttal is megszöknél előlem. Nevetett a férfi. Paul Sosszöl már ki az öccse volt, Max Sosszölnek, agáta első urának. Férje halála után Paul esztendőkig nem volt látható, de vagy másfél éve ismét feltűnt, és agáta legnagyobb meglepetéssel állapította meg, hogy sógora komolyan udvarol neki. Nem túlságosan örült ennek a felfedezésnek. Sógorát távolról sem találta olyan rokon szembesnek, mint egykori férjét, és éppen ezért tapintatos módon úgy bújt ki a találkozások elől, hogy amikor Sógora látogatását jelentette, rendszerint sajnálkozva válaszolta, hogy éppen utazás küszöbén áll mindazonáltal egyáltalában nem találta polt kellemetlen embernek, talán feleségül is ment volna hozzá, ha nem élt volna benne még túlságos erővel a múlt. Nem akarta viszont látni a párizsi palotát, a rokonokat, azt az egész környezetet, mely örökké a halotra emlékeztetné. Úgy látszik, mosolygott Pól, nekem csak ugyan pehem van látogatásaimmal. Amint látom, ha nem is utazni, de minden esetre sétálni akartál menni. Hiszen már a kalap is a fejedem van. Ó, nem olyan sürgős. Ráérek. Ha megengeded, szívesen elkísérlek. A grófnő láthatóan zavarba jött. Á nem, mondotta, ez nem férfinak való mulatság. Apró bevásárlások. Paul nem erőszakolta tovább a dolgot. Sokkal tapasztaltabb férfi volt, semhogy ne szimatolta volna meg azonnal az ilyen találkozások mögött rejtőző lényeget. Könnyed eleganciával tért nyomban más témára. Hogy élsz, drága agátám? Nagyon elhanyagolsz. Úgy látszik túlságosan divatban vagy. Nagyon körülrajonganak a férfiak. Ezért feledkezel meg rólam. Csak legalább elárulnád, hogy ki az illető, aki kettőnk közé állt, hogy ledöfném tőrömmel. Mondotta tréfás pátosszal. Ó, csucsorította gúnyosan szájacskáját a grófnő, mintha bizony te kartaúzi barátnak mentél volna. Láttam a Figaróban néhányszor arcképedet, amely az Otei versenyeken készült. Egészen csinos hölgyek társaságában szórakoztál. Ugyan kérlek. Az rideg üzlet volt. A hölgyek tudták, hogy boldogtalan szerelmes vagyok, és ezért tőlem kértek tippeket. Hiszen tudod, peha szerelemben, szerencse a játékban. És legalább csak ugyan nyertél. Nem, és éppen ez adta azt a gondolatot, hogy talán megfordult szerencse csillagzatom. Nézd, agáta, mondotta Paul most már egészen komolyan, nem akarom ezt a tréfás, léha hangot folytatni. Régen figyellek. Tudom, hogy nem vagy boldog. Néked nem ez a környezet való, hanem Párizs. Hiába próbálnál tiltakozni. Te Párizsban töltötted életed legszebb, legboldogabb éveit ott élnek ma is azok, akiket legjobban szerettél. Én ezeket az elmúlt, gyönyörű éveket akarom néked visszahozni. Ami elmúlt, azt nem lehet többé a régi szépségében visszaállítani, Paul. Bennem már régen nincsen meg az a naivság, fiatalság, amely mindent olyan szépnek láttatott velem. Ha újra visszatérnék, az már csalódást hozna. Miért mondod ezt, Agáta? Miért nem bízol bennem? Én éppen olyan gyengét férjed lennék, mint Max volt. Agáta elkomolyodott. Ha azt akarod, hogy jó barátok maradjunk, Paul, úgy ne beszéljünk erről többé mondotta feltűnően idegesen. A férfi meg volt bántva, de tűrtőztette magát. Szóval, válaszolta kesernyés mosolyjal megelőztek. Máshoz kötnek érzelmi szálak. Agáta tiltakozó mozdulatot tett, de már nem mondhatta ki a nyelvére torlódó szavakat. A telefon csengett. Paul élesen figyelt. Látta Agáta arcán azt a kellemetlen zavart, amelyet a telefonáló akkor érez, mikor véletlenül más is jelen van és nem beszélhet kedve szerint. Mindjárt indulok, mondotta idegesen. Vendégem jött, ezért késtem. Paul már tudta, hogy a másik, a szerencsésebb telefonál. Ő sürgeti a találkozót. Nem zavarlak tovább, Agáta. Mondotta és udvariasan felállt. Mikor láthatlak ismét? Természetesen minél előbb. Hagyd itt a telefonszámodat, majd felhívlak. Szóval most még nem tud találkát adni, gondolta magában Paul, előbb a barátjától kell megtudnia, hogy mikor lesz szabad ideje. Paul bosszúsan távozott. Ez a találkozás sehogy sem sikerült. Egészen másképpen képzelte az eseményeket. Ha ezt előre tudja, nem vállalta volna a megbízást Párizsban. Igen, a titokzatos megbízás, melyel Berlinbe jött, tulajdonképpen erre a nem sikerült találkozásra volt alapítva. Rossz kedvűen vetette magát egy autótaxiba és a Kaiser Allé egyik barokk stílusban épült, elegáns villaszerű épületébe vitette magát. Előbb azonban megállt az szálló előtt és szobát bérelt. Csak nagyon ritkán tartózkodom majd a szállodában, magyarázta a portásnak. Viszont a leveleimet ide továbbítottam és a telefonüzeneteket is ide kérettem. Kérem, vegye át pontosan az üzeneteket, napközben majd többször fogok magam is telefonon érdeklődni. A villa első emeletén kulcsot vett elő és kinyitotta a lépcsőházból nyíló egyetlen ajtót. Mikor az ajtó kinyílt, dallamosra hangolt csengetjük szólaltak meg. Valóságos kis harangjáték te vagy Paul? Kérdezte egy fiatal női hang. Szőke, erősen fehérbőrű, nagyon szép nő jelent meg a szalon ajtajában. Fehér sejem pizsamana drág és vörös virágos, fekete kis kabát volt rajta. Finom meccésű kis lábán parányi papucs, melyen kis sejem gomolyak díszelgett, mint egy színes hólabda. Gratulálhatok! Kérdezte élénken de nyomban észrevette Paul rossz hangulatát. Mi a baj? Érdeklődött. Szerelmes? Válaszolta a férfi olyan mozdulattal, mint aki jelzi, hogy minden hiába való. A szőkenő kárörvendve nevetett. Nolátod, te elkényeztetett Apolló, mégsem vagy olyan ellenállhatatlan, mint ahogyan képzeled. Nem minden nő szédül meg olyan könnyen, mint én is hullalábad lábad elé. Paul idegesen csettintett. Lulu mondotta, most semmi kedvem nincsen enyelegni. Tudod, hogy milyen óriási tétbe megy a játék. Nekünk okvetlenül szükségünk van Agátára. Nélküle a dolgot reménytelennek látom. Azt akarod, én babonázzam meg, hogy beléd szeressen. Sajnos, nem vagyok boszorkány, nincsenek varázsitalaim és kenőcseim. A férfi csügget mozdulatot tett. Valamit ki kell találni. De mit? A dió átkozott túl kemény. Az ördög vitte volna el Tírmen és Agáta szerelmét. Mondhatom, a legrosszabbkor keresztezte terveinket. Erre nem számítottam. Ismertem bájos sógornőmet, tudtam, hogy rengeteg flörtje van és Tírmen úrral való barátságának sem tulajdonítottam több fontosságot, mint a többinek de a hang, ahogyan fogadott, az idegessége és a jelentéseink, melyeket ügynökeinktől kaptunk, kétségtelenné teszik, hogy az ügy komoly. Én természetesen egy szemrebbenéssel sem árultam el, hogy egyáltalában tudok Tírmen úr létezéséről, adtam a naív rajongót és szerelmest, de a vár erről az oldalról, úgy látszik, bevehetetlen. Agátát sohasem fogom rávehetni arra, hogy Tírmen ellen bármit is tegyen. Súlyosan csalódtam benne. Nem csak arra számítottam, hogy mind kérőt fog kedvesen fogadni, hanem bizonyosra vettem, hogy felébreztem benne régi francia imádatát. Hiszen tudom, hogy mennyire rajongott Párizsért. De ez a szerelem mindent megölt benne és eltemette a múltat. Agáta teljesen megváltozott. Paul egyre keserűbb, szenvedélyesebb hangon beszélt, viszont Lulu arca mondatról mondatra derűsebb lett. Szinte kihívó mosolyjal ült egy asztal tetejére és vidáman cigarettázott. Paul felháborodott. Nem értelek, mondotta méltatlankodva, hogyan tudsz mindezen mulatni. Néha csak ugyan úgy viselkedsz, mint valami együgyű gyermek. Végre is, miért nevetsz? Mert szeretlek. Szavamra meghűültél. Ne haragudj, Paul, de csak ugyan örülök, hogy egy kis kudarcot szenvedtél. Az utóbbi időben már túlságosan elbizakodott voltál. Nem árt, ha időnként érzed, hogy mégis csak rám szorulsz. Paul megszégyenülten hallgatott. És mint annyiszor, ismét leperget benne villámgyorsasággal az a különös viszony, mely Luluhoz fűzte az a bizonyos végzetes éjszaka San Sebastiánban, amikor a játék kaszinóban vagyonának utolsó roncsait is elvesztette és félig megőrülve támolygott ki a játékteremből. Még legfeljebb annyi pénze maradt, amennyiből egy szerényebb vacsorára tellett. Vad elszántsággal elhatározta, hogy meghal, de előbb valami őrült, vad bahánáliát rendez. Részegen akarta halába indulni. Ha kevés a pénze, nem baj a halottakkal nem lehet botrányt rendezni, azokat nem szokás bekísérni a rendőrségre. Majd az utolsó pohár pesgőbe becsempészi azt a nagy adag veronált, melyet állandóan magánál hordott. Amint körülnézett a kaszinó haljában, ködösen és dermedő lélekkel, megint megpillantotta a rózsaszínruhás nőt, aki a játékteremben is ott ült a közelében. Paul már napok óta figyelte ezt a nőt, aki, mint valami végzet bukkant fel a kioszkban, a szálloda bárjában, a kaszinóban, mindenütt. Egy rózsaszínű démon, aki elpehelte a kártyáit. Paul a játékosok kabalás dühével gyűlölte az ismeretlen szépséget, aki idegesítette, zavarta és aki úgy látszott, szándékosan keresi a vélevaló ismerettséget. Most egyszerre dacos, szinte pokoli ötlet villant át agyán. Ezzel a nővel fogja elkölteni utolsó vacsoráját. Ez lesz az igazi haláltánc. Pesgőzés a halál angyalával. Ő nagyságának bizonyára igen kellemetlen lesz, ha majd a vacsora legvégén egy halott kavallért cipelnek el mellőle. Remek! Legalább így vissza lehet fizetni neki valamit a bal végzetért, melyet rázudított játékkaszinókban éppen olyan könnyen lehet ismerkedni, akár a vonaton. Paul már mozdulatot tett, hogy a nőhöz menjen, mikor az megelőzte. Uram, mondotta kedves közvetlenséggel, nem nézhetem szó nélkül az önesztelen makadságát, amelyel egy teljesen téves szisztémához ragaszkodik. Bizonyára észrevette, hogy már néhány este figyeltem a játékát, sőt azt is láttam, hogy ezért haragszik rám pedig csak a játékos kollégiálitásával éreztem ön iránt. Sajnáltam, hogy vakon rohan a biztos veszteségbe. Paul egyre nagyobb megdöbbenéssel nézett a szőke ismeretlenre. De hát hogyan, honnan tudhatta ezt? Egy időben ugyanis én is pontosan ugyanazzal a szisztémával játszottam, mint ön. Általában ebbe minden kezdő beleesik. A papírforma szerint nagyon tetszetős és valószínű. A valóságban azonban egy szantimot sem ér. Nékem szerencsém volt. Dövélben belém szeretett egy vérbeli, hivatásos, nemzetközi játékos. Ő azután beavatott a nagy titokba, hogyan lehet minden nap kikényszeríteni egy kis nyereséget a bankból. És miért mondja most mindezt el nekem, asszonyom? Részvédből. Jó emberismerő vagyok. Tisztában vagyok azzal, hogy utolsó frankjait vesztette el. Figyeltem az arcát. Bocsásson meg. Csak ne háborodjon fel, kérem. Ön engem, mint férfi egyáltalában nem érdekel. Csak mint játékos kolléga. Mondja meg egészen őszintén, mennyi van még a zsebében. Kétszáz frank. Az asszony komoran ráncolta homlokát. Nem szeretem. Ha semmi sem lenne, ez megnyugtatóbb volna. Aki az utolsó 200 frankját nem teszi fel, az már öngyilkos jelölt. Az utolsó intézkedéseivel kapcsolatos apró kiadásokra gondol. Nem akarja, hogy a szállodában egy fillért se találjanak a zsebében. Vagy talán egy utolsó üvegpesgőt akar bontatni. Paul sápattan, szinte ilyetten nézett a szőke Vénuszra, aki zavartalanul folytatta. Jöjjön vissza a terembe. A megmaradt 200 frankjával az én szisztémám szerint fog játszani. Majd meglátja, hogy megfordul a kocka. Paul felkacagott. Nekem már igazán minden mindegy. Mondotta. Visszamentek a terembe. Paul átnyújtotta a 200 frankot a nőnek, akinek még a nevét sem tudta. Hidegen, majdnem érdektelenül nézte a játékot, amelytől már semmit sem remélt. Egy órán belül 2000 frankja volt. E naptól kezdve elválaszthatatlan barátok lettek Luluval. A barátságból szerelem lett, és Paul még mindig nem tudta, hogy valójában kicsoda a barátnője. Miből él? Egy téli este, akkor éppen San Morisban voltak, kettesben ültek az elcsendesült szálloda hajjában. Lunut a délután folyamán kétszer hívták interurbánon. Ezek az interurbán beszélgetések sűrűn ismétlődtek az utóbbi időben, de ezek felől sem kapott pol kielégítő magyarázatot. Lunut gyakran üdvözölték régi ismerősként igen előkelő urak politikusok és magasrangú katonatisztek, akik néhány napra síelni jöttek számorizba. Polban lassan gyanú kezdett bontakozni, amelynek nyugtalansága már az elviselhetetlen belendült, és ezen a téli estén kínzottan ragadta meg szerelmese kezét. Áruld el végre, ki vagy, különben esküszöm, még az éjszaka elutazom és soha többé nem találkozunk. Lulu fájdalmasan mosolygott. Pol még sohasem látta szebbnek. Ostoba! Mondta halkan és a hangjában mérhetetlen szomorúság volt. Milyen rosszkor fenyegettél meg? Hiszen nekem kell tőled elválnom. És akkor minden kiderült. Lulu kémnő volt. Azzal bízták meg, hogy Polt nyerje meg a francia kémszervezet számára. A központ jól tudta, hogy Polnak elhunyt fivére révén igen előkelő összeköttetései vannak Németországban, melyeket nagyszerűen lehetne kihasználni. Lulut bízták meg, hogy tanulmányozza Polt, mennyire alkalmas erre a célra. A szerelmes Lulu hamarosan tisztában volt azzal, hogy Pol nem jó anyag. Túlságosan naív, kissé -nőies, kényelmes, nem szereti a kockázatot. A központ megelégelte az ügy elhúzódását, és utasították Lulut, hogy végezzen Póllal. Új megbízást kapott, amely Spanyolországba szólította. Pól megrendülve hallgatta Lulu vallomását. Kétségbe ejtette a gondolat, hogy el kell szakadnia attól a nőtől, akit imádott. És a búcsú utolsó pillanatában kijelentette, hogy vállalja a rábízandó szerepet néhány nappal utóbb együtt utaztak Berlinbe. Paul mindjárt úgy határozott, hogy súgornője összeköttetéseit fogja felhasználni céljaira. Berlinben nem kereste fel azonnal Agátát, hanem heteken át titokban kémkedett utána. Egy napon izgalomtól pirosan ment haza a Kaiser allén lévő lakásukra. Szenzációs felfedezés, Lulu! A start fényesebb, mint remélni mertük volna. Képzeld, agáta a legújabb flörtje az új német katonai erődítmények tervezője. Ha sógornőmet sikerül céljainknak megnyernünk, úgy gyerekjáték lesz ki a fülik szerelmes őrnagyból kiszedni a titkokat. És ha sógornőd is szerelmes az őrnagyba. Kérdezte Lulu. Kizárt dolog. Tiltakozott Paul önérzetesen. Ismerem sógornőmet. Könnyen kapható minden flörtre, de csak bizonyos határig. Nála sohasem komoly a játék. És ha e féléről szó lehet, úgy képzelődés nélkül állíthatom, hogy nekem van a legnagyobb eshetőségem. Agáta gyakran adta tanújelét, hogy amit velem szemben érez, több, mint rokon szem. Burkolt formában mindketten gyakran kerülgettük már a gondolatot, hogy házasságot kössünk. Én bizony egy kissé megfeledkeztem azóta agátáról, de azt mondják, hogy a nők sokkal tovább őrzik meg hangulataikat. Így történt, hogy e beszélgetés után néhány nappal Pol csak ugyan felkereste agátát, akinél azonban teljes kudarcot vallott. És most ott ült megszégyenülten, dühösen a kárörvendő lulu mellett. No, elógasd az orrod, barátom. Mondotta Lulu ahol a férfi esze megáll, ott a nő még mindig tovább tud gondolkozni. A dolog nem is olyan túlságosan bonyolult. Mint hogy Agátánál kudarcot vallottunk, meg kell fordítani a taktikát. Az őr nagy urat fogjuk kezelésbe venni. Hogy érted ezt? Kérdezte meg Pól. Egyelőre nem szolgálok bővebb magyarázattal. Egy terv kezd bontakozni bennem tőled csak annyit kérek, hogy minden okoskodás nélkül feltétlenül tedd meg mindazt, amire kérni foglak. Harmadik fejezet. Imádsz? Imádlak. Milyen furcsa, hogy mi ketten így találkoztunk. A férfi, akitől mindig csak az asszonyok szokták kérdezni, hogy hű marad-e, és a nő, aki minden férfivel szemben mindig fölényes volt. És most egymásra találtunk az első férfi vagy, akit ilyen nagyon szeretek, Kurt. És te az első asszony, akitől sohasem kívánok elszakadni. Az asszony a férfi ölébe kuporodott. Ha hinni tudnék neked, miért kételkednél? Valami nyugtalanít. Nem vagy egészen őszinte hozzám. Amikor a házasságunkról beszélek, mindig elütöd a kérdést. Nem igaz. Jól tudod, hogy éppen úgy vágyódom utána, mint te. De már ezerszer mondtam. Semmit sem mondtál. Akkor akarsz feleségül venni, ha majd elvégezted azt a bizonyos titokzatos munkát, melyről sohasem nyilatkozol, amelyről semmit sem tudok. Mit tudom én, talán gyermekmese, kitűnő ürügy, hogy ne közd le végleg magad. És tetszés szerint tágítható halogatás. Agáta, Tírmen hangja szemrehányóan csattant. A grófnő átfonta a nyakát két kezével. Ha igazán szeretnél, nem titkolóznál. Bíznál bennem. Elmondanád, hogy miféle rejtélyes megbizatásod van. Ez hivatalos titok. Ha valóban szeretsz, nem erőlteted tovább ezt a kérdést, és soha többé nem beszélsz róla. Agáta sóhajtott azután hirtelen felugrott és szenvedő hangon kiáltotta. Esküdj meg, hogy csak engem szeretsz. Esküszöm. És más nő egyáltalán nem érdekel. Kis bolond. Kételkedsz bennem. Nem lett volna szabad ennyire kiszolgáltatni a szívemet, Kurt. Ezt egyetlen férfi sem érdemli meg. Rettentő lenne, ha csalódnék benned. Ugye, nem csalsz meg, Kurt? azt hiszem, beleőrülnék. Valami rettentőt követnék el. Ne neves ki. Tudom, hogy nevetséges vagyok, és hogy ez hozzám méltatlan romantika. Kispolgári asszonyok szoktak így beszélni. Nagyon szégyellem magamat. De halálosan szeretlek. A titkos telefon berregett. Tírmen felemelte a hallgatót feszülten hallgatott néhány pillanatig, azután egy halk igennel válaszolt. Mennem kell, mondotta. Az ablakhoz ment és a csipkefüggönyön keresztül figyelmesen nézte az utcát. Arcára mosoly húzódott. Most már feltétlenül kell, hogy a feleségem légy, Agáta. Miért mondod? Legalább fél tucat detektív lesett rád, mikor hozzám jöttél. Az a kofa, az utcaseprő, a sofőr és a félszemű koldus, akiket lent látsz, valamennyien detektíveke. De! Ne törődj velük! Még néhány hét és ennek is vége lesz. Csak menj haza nyugodtan, szívem! Telefonálni fogok, ha szabad leszek! Fél órával utóbb a becsöngetett lakásába. Teréza komornája nyitott ajtót. Jóképű fiatal, barna lány volt. Agáta persze nem sejtette, hogy a feltűnően intelligens, kitűnő modorú és ügyes komorna a rendőrség ügynöknője, aki gondosan figyeli minden lépését. Kerestek? Kérdezte szokása szerint Agáta. Igen, az a fiatal, szőke francia úr volt itt. A méltóságos asszony sógora. Mit mondtál neki? Hogy asszonyom valószínűleg csak este felé jön haza átöltözködni a vacsorához. Teréz ezúttal megelégedett azzal, hogy az igazságnak csupán egy részét mondta el. Hogy tudni illik, Paul este felé visszajön arról ellenben mélyen hallgatott, hogy Polt elragadó kedvességgel fogadta, nyomatékosan hangsúlyozta, hogy csak ketten vannak a lakásban, a szalomba invitálta és egyáltalában nem tiltakozott, mikor Pol megcsipkedte és néhány csókot nyomott orcájára. Teréz tudni akarta, hogy mit akar Pol. Gyanús volt előtte a francia fiatalember. A beszélgetés során azonban gyanúja lassanként eloszlott úgy vette észre, hogy Pol csak ugyan csupán, mint rokon és szerelmes férfi jelentkezik a grófnőnél. A szerelemben különben nem volt egészen bizonyos. Teréz nagy emberismerő volt. Gyanítani kezdte, hogy Polnak semmilyen nincsen, és a gazdag grófnőt nem éppen érdektelenül akarja feleségül venni. Minden esetre óvatos volt, és teljesen Pol szája íze szerint válaszolt. A grófnőt angyalnak tüntette fel, Tírmenhoz való viszonyát érdektelen barátságnak. Pól abban a meggyőződésben távozott, hogy ügye mégsem reménytelen. A Tírgartenben találkozott Luluval és estig együtt maradtak. Akkor visszament Agátához. Remélem, meg vagy velem elégedve, Agáta, két hétig nem zavartalak. Haragszom, Paul, ha így beszélsz tudod, hogy sohasem vagy terhemre. És sértésnek veszem, hogy ilyen feltűnő módon kerülsz. Már többször telefonáltam is az édembe, de mindig azt a választ kaptam, hogy nem vagy otthon. Tudom, átadták az üzenetedet. Akkor miért nem jöttél? A múltkori beszélgetésünk után lehetetlennek látszott. Én akkor komolyan beszéltem hozzád, és úgy látszott, hogy azt a diskurzust nem lehet többé folytatni. Azóta azonban történt valami, amit nem szabad előtted titkolnom. Betartom a parancsodat, nem beszélek többé szerelemről. Férfi vagyok, aki tud uralkodni érzésein. De mielőtt elhagyom Berlint, mert visszamegyek Párizsba, szeretnélek valamire figyelmeztetni. Miről beszélsz? Kérdezte Agáta meghökkentve: Bármennyire okos asszony vagy is, te elkövethetsz végzetes ostobaságokat. Sok mindent tudtam meg ez alatt a két hét alatt, amíg nem láttalak. Kémkedtél utánam? Nem. De bevallom, kíváncsi voltam, hogy kicsoda az a térmen, akinek hipnotikus hatása alá kerültél. Sajnállak, szegény Agátám. Egy lelketlen szoknyavadász hálójába kerültél, aki természetesen téged is megcsal. Hazudsz! A grófnő sápadtan, magánkívül ugrott fel, keze ökölbe szorult. Pól ellenben nyugodt maradt. Természetesen bizonyítékkal is szolgálhatok. A grófnő félig holtan hullott a karosszékébe. Zúgó aggyal hallgatta a fülébe súgott szavakat. Te délután öt óra felé szoktál Tírmenhoz felosonni. Menj hozzá holnap kivételesen már fél négykor. Azt hiszem, nagy meglepetésben lesz részed. És választ sem várva, fogta a kalapját és távozott. Negyedik fejezet. Az előszoba csengője olyan váratlan hevességgel szólalt meg, hogy Tírmen megrezzent és gyors mozdulattal az asztal fiókjába söpörte az előtte fekvő rajzokat. A csengő kíméletlenül sürgetve szólt. Valakinek nagyon sürgős lehetett az ajtónyitás. Tírmen már sok mindent megszokott az utóbbi napokban, semmitől sem lepődött meg túlságosan. De ez a brutális csengetés mégis felzaklatta. Az ilyen kényes állásban sohasem lehet tudni, mikor következik valami kellemetlen fordulat. Az előszobába sietett és ajtót nyitott. Két rémült szem, halálos félelemben remegő elegáns, fiatal szőkenő nézett rá. Ajka szinte elfehéredett, valamit dadogott, amit nem lehetett egészen megérteni. A borzalmak elől menekülő ember vad szabadulni akarásával lendült előre, már bent volt a halban és gyorsan becsapta maga mögött az ajtót. Csak most tért kissé magához, mint egy mély ájulásból. Kezét vadul kalapáló szívéhez szorította, és egy székre roskadt. Még mindig nem tudott beszélni, a szája hangtalanul mozgott. Mi történt önnel, asszonyom? Kérdezte elképedve térmen. Valami nagy tragédiát sejtett. Nyilvánvaló, hogy a nőt üldözik. Térjen magához. Mondotta, és egy pohár vizet kínált. Bocsásson meg, uram, mondta még mindig elfulladva a szerencsétlen nő. Rettenetes helyzetben vagyok. Az uram felugrott és az előszoba ajtajához nyomva fülét hallgatódott. Az arca halásápat volt. Elvesztem. Biztosan meglátott, mormolta halkan. És hirtelen síró görcsöt kapott. Mentsem meg! Mentsem meg! Zokogta kezét tördelve. De mitől? Ki elől? Kérdezte Tirmen egyre fokozódó megdöbbenéssel. A barátom, gyónta a nő, itt lakik ebben a házban. Hozzá akartam menni, és a férjem meglesett. Egészen bizonyos, hogy meglátott. Menekülnöm kellett. Találomra csengettem be önhöz. Az Isten szerelmére kérem, rejtsen el! A férjemnél revolver van. Őrültem féltékeny. Ha most találkozik velem, irgalom nélkül lelő. A boldogtalan nő hideglelősen didergett. Fogai összeverődtek a rémülettől. Tírmen őszintén megsajnálta. A vérbeli gavallér lovagiasságával igyekezett segíteni a boldogtalanon. Jöjjön a szobámba, asszonyom! Ott megvárhatja az ivatar elvonulását. Bementek. A nő olyan gyenge volt, hogy Tírmennek támogatnia kellett, nehogy összeroskadjon. Végtelenül szégyellem magam, mentegetődött halálos zavarban, önbizonyára nagyon elvetemült teremtésnek tart most engem. Pedig ha tudná, micsoda pokol az életem. Az uram, akit sohasem szerettem, nem akar válni, erőszakkal tart hatalmában, kínoz, ver. Á, erről iszonyat beszélni. Elfötte szemét, mint aki nem akarja látni az eléje tóduló rémeket. Kérem, kérem, ne haragudjon rám. Mondotta ismét, és könyörögve tette össze kezét. Bizonyára zavartam a munkájában. Az íróasztalra mutatott, amelynek rendetlenségén látszott, hogy ott most munka folyt. Nem baj, majd később folytatom. Válaszolta udvariasan térmen. E pillanatban ismét csengettek. A nő megrezzent. A férjem! Sikoltotta és görcsösen meggörbült ujjait ajkára tapasztotta, mintha vissza akarná folytani a hangját, nehogy odakint meghallják. Elvesztem, súgta süket hangon, úgy látszik, meglátta, mikor ide menekültem. A csengő ismét beregett. Tírmen felállt. Csillapodjon! Mondotta. Meg fogom védelmezni. Maradjon csendben addig. A halba sietett és ajtót nyitott. A küszöbön felindult, szakállas férfi állt. Uram, mondotta alig leplezett dűvel, Kreizler vagyok, a féri, a feleségemet keresem. Önrészeg részeg vagy őrült? Válaszolta Tirmen erélyesen. Sohasem láttam és nem ismerem a feleségét. Ez az energikus hang kissé kiózanította a férfit, aki félszeg zavarral nézett körül. Bocsásson meg, mondotta, valóban nem lenne csoda, ha megőrülnék. Világosan láttam, hogy a feleségem ebbe a házba jött és felszökött a lépcsőkön. De úgy látszik, észrevette, hogy követem is bemenekült az egyik lakásba. Már minden lakásba becsöngettem ezen az emeleten. Sehol sem volt. Mégis itt kell lennie. Olyan mozdulatot tett, mintha bejjebb akarna menni, de Tírmen útját állta. Ez az én magállakásom kiáltotta. Megtiltom, hogy bemenjen. Ha ez nem tetszik önnek, kérjen rendőri segítséget. Úgy látszik, elfelejtette lakásom ajtaján megnézni a névjegyemet. Tírmen vezérkari őrnagy vagyok hozzám nem lehet ki és besétálni, mint egy vásárcsarnokba. A szakállas férfi úgy látszik, végleg kiózanodott. Igen, természetesen, mormogta, csak ugyan nem valószínű, hogy idejött. Egy őrnagy, ugyebár kérem, az gentleman nem nyújt segédkezett törvényben tiltott dolgokhoz. Mentegetődve kifelé hátrált, de közben szimatolt, körülnézett, szeméből gyanakvás látszott. Ez most ide telepszik és leselkedni fog. Gondolta mérgesen az őrnagy. A férfi végre távozott. Tírmen visszatért a szobába. A szegény asszony inkább holt volt, mint eleven. Az ajtó mellett állt, mint aki hallgatódott. Köszönöm, nagyon köszönöm. Kiáltotta és megragadta Tírmen kezét, mintha meg akarta volna csókolni. Az őr nagy elhárította ezt a kísérletet. Minden esetre várnia kell még egy ideig, mondotta rossz kedvűen. Lehet, hogy a férje leselkedik. Majd kinézek a lépcsőházba. Leült és cigarettára gyújtott. Az asszonyon úgy látszott, mintha csak most tört volna ki a visszafojtott idegroham. Minden ízében remegett a kiállott izgalmaktól, és hirtelen rosszul lét fogta el. Tírmen ilyetten dobta el cigarettáját, és karjába kapta az elszédült nőt. A diványig támogatta, ahol az alélt nő élettelenül leroskadt. Az őr nagy kétségbe volt esve. Arra gondolt, hogy orvosért telefonál. De micsoda botrány kerekedhetik ebből? Kölni vízzel dörzsölte az ájult homlokát, akinek közben meglehetősen szétszilálta a haját, ruhája meggyűrődött. Asszonyom, az Isten szerelméért térjen magához. Könyörgött. A könyörgés általában naiv gyógyszer, de amikor csak idegrohamról van szó, mégis lehet hatása. A lehúnyt szemei lassan kinyíltak és révetegen néztek körül. Az ajka megmozdult, érthetetlenül mormogott valamit. Mit mond? Kérdezte Tírmen, és egészen közel hajtotta fejét, hogy megértse. Ebben a pillanatban szörnyű dolog történt. A szoba ajtaja vad erővel felpattant, és haragtól, kétségbeeséstől, méltatlankodástól lángolva agáta rontott a szobába. Néki nem kellett csengetnie. Már régóta retiküjében hordta az előszoba kulcsának mását. Nyomorult áruló, Sikoltozta magán kívül. Tírmen majdnem hanyat vágódott. Teljesen elvesztette lélek jelenlétét. Nem, erre valóban nem volt elkészülve. Agáta rendszerint csak öt után szokott feljönni hozzá, hiszen tudta, hogy ebben az időben ő még dolgozik. És most még négy óra sincsen. Valahogyan mégis erőt vett magán és a szinte őrjöngő Agátához lépett. Kérlek, csillapodj, mindent megmagyarázok. Mit akarsz megmagyarázni? Van szemem, mindent látok. Ez hát az a nagy munka, amely leköti minden percédet, amely miatt egyre halasztottad a házasságkötést. Ó, micsoda szégyen, milyen szemérmetlen, galát hazugság volt minden szavad. Ez a borzalmas jelenet úgy látszik, felrázta ideges ernyettségéből a kereveten fekvő szőkenőt, aki ilyett és heves mozdulattal fordult a gátához. Asszonyom, mondotta, esküszöm, hogy félreérti a helyzetet. Én ezt az urat nem is ismerem. Véletlen szerencsétlenség hozott ide. Hogyan? Hát mind a ketten őrültnek néznek engem. Gyermekmesékkel akarnak traktálni. Zakarodjon innen, aljas perszóna. Felkapott egy poharat és teljes erővel a szőkenő felé vágta, aki szerencsésen kikerülte a végzetes csapást és ilyetten menekült az ajtó felé. Tírmen magánkívül ragadta meg Agát a kezét, valósággal dulakodott vele. Elég volt. Megőrültél. Miért nem hallgatsz rám? Megtiltom, hogy ilyen botrányt rendez. Hogy így viselkedj. Még véded is. Véded a szeretődet. Örjöngött tagáta. Ismétlem, én ezt a hölgyet nem ismerem. Alig néhány perc előtt láttam először életemben. Meglepetten hallgatott el. Észrevette, hogy a vendége eltűnt. Ó, a boldogtalan! Kiáltotta rémülten. A vesztébe rohant, talán a halába. És mindezt miattad, aki, úgy látszik, teljesen elvesztetted az eszedet. Kisietett a szobából és izgatottan nézett körül a lépcsőházban. De már ott senkit sem látott. Kissé megkönnyebbülten tért vissza a szobába, ahol agátát könnyei között felolvadva, ideggörcsök között találta. Kedvesem, mondotta, remélem, már lecsillapodtál és lehet veled okosan beszélni. Agátához lépett, gyengéden meg akarta simogatni, de a grófnő váratlan hevességgel taszította el a karját. Hagy! Ne nyúj hozzám! Nem akarok többé tudni rólad. Nincs gyötrelmesebb dolog a világon, mint mikor az embernek igaza van és képtelen védekezni az alaptalan gyanú ellen. Tírmen mélyen meg volt bántva, sértette ez a konok makadság. Érezte, hogy türelme elhagyja és kirobban belőle a dűj. Amikor az embernek elfogynak az érvei és torkába folytják a józan magyarázatot, rendszerint tetlegességre vetemedik. Egy pillanatig úgy látszott, mintha meg akarná ragadni agát a karját, hogy alaposan megrázza a toporzékoló kis teremtést. De a végső mozdulat mégis elmaradt. A kutya fáját. Őrült vagy? Őrült, kiáltott a térmen. Felrántotta az erkélyajtót és kirohant az erkélyre. Mélyet lélegzett. Gondolta, hogy majd így lecsillapodik. Oda bent vagy gutaütést kapott volna mérgében, vagy valami jóvá tehetetlen brutalitásra ragadtatta volna magát Agátával szemben. Így állt néhány percig hátrétett kezekkel az ajtónak támaszkodva és az utcát bámulva, anélkül, hogy bármit is látott volna sokkal izgatottabb volt, sem hogy öntudatra tudta volna emelni agyában az előtte gomolygó képeket. Várta, hogy Agáta meggondolja magát. Lecsillapodik, utána jön. Bent a szobában gyanús csend. Mintha elcsitult volna az asszony jajveszékelő sírása. Tírmen megfordult. Az üvegajtón keresztül semmit sem látott. Megrémült. Csak nem követett el Agáta valami végzetes ostobaságot. Idegesen nyitotta ki az ajtót, és a szobába lépett. A szoba üres volt. Agáta kiáltott ilyetten. Agáta kinézett a halba. Sehol senki! Visszarohant a szobába. Az íróasztalon egy notezből kitépet lapot pillantott meg. Azon egyetlen kuszasor, Isten vele örökre! Tírmen bosszúsan ajkába harapott. A legkiválóbb nő is kicsinyes és buta? gondolta magában megvetően. Belátta, hogy egyelőre kár volna erőltetni a dolgot. Néhány napi türelem, mely alatt ellobognak az első indulatok. Hosszú levelet fog írni Agátának, amelyben mindent kimagyaráz. Azt legalább végig fogja olvasni. Nem szakíthatja meg bosszantó, gúnyos és haragos megjegyzésekkel. Tírmem felindultan járt fel és alá. Mi az ördögnek van nékem ilyen izgalmakra szükségem? mormogta magában. Éppen most, mikor végtelenül fontos és kényes munkán dolgozom? És elhatározta, hogy mindaddig feléje sem néz Agátának, ameddig munkáját teljesen be nem fejezi. E pillanatban valósággal boldog volt, hogy van hová menekülnie az íróasztalához. Milyen jó lesz beletemetkezni a tervrajzok labirintuszába, és még egyszer átnézni a különböző számításokat. Karosszékébe ült, és kihúzta az íróasztal fiókját. De ugyanakkor rémült hördüléssel szökött a magasba. A fiók üres volt. A tervek eltűntek. Ötödik fejezet mintha harangjátékot rendeztek volna, úgy szóltak különböző hangokon a telefoncsengők a hadügyminisztérium palotájában. Brent tábornok szobájában másodpercenként más színű lámpácskák gyulladtak ki. A tábornokot a kaszinóból hívatták sürgősen hivatalába. Szobájában üveges szemmel, halott szápadtan tírmen őrnagy ült egy karosszékben. Brent megrémült, mikor az élő emberoncsot megpillantotta. Őrnagy úr, mi történt? Kérdezte megdöbbenve. Négy szem között kell beszélnem a tábornok úrral. Brent egy intésére a szolgálattevő tiszt távozott. Tulajdonképpen már semmit sem kellett kérdeznie Brentnek. Ami történt, annak az iszonyata rá volt írva Tírmen arcára. Megragadta az őrnagy kezét. Ember, beszéljen! Az erődítmények tervei, Ellopták? döbbenetes csend támadt. A tábornok lélektelenül bámult térmenre. Ez rettenetes mondotta. Tábornok úr válaszolta Tírmen, tisztában vagyok azzal, hogy ez az én halálos ítéletem. De becsületesen, emelt fővel akarok távozni. Tiszti becsület szavamra jelentem ki, hogy teljesen ártatlan vagyok. A tábornok toporzékolva csapott az asztalra. Mit gondol, ezzel el van intézve a dolog? Ha golyót röpít az agyába, attól még nem térül meg a sokmilliós kár, melyet az államnak egy új építkezés megkezdése jelentene. És egész stratégiánk az ellopott terveken épült fel. Az volt az alapja minden védő hadműveletünknek. És maga azt hiszi, hogy mindezt kiegyenlítheti egy revolvergolyóval. Á nem, magára még szükségünk lesz ebben az ügyben, őrnagy úr. Egészen szorosan az őrnagy mellé lépett, és ellentmondást nem tűrő hangon kiáltott rá. Megparancsolom, hogy adja ide a revolverét. Tírmen kétségbe esett, mozdulatot tett, mintha hátra akarna ugrani, hogy úgy ráncsa ki a revolvert. De a tábornok megragadta a karját. Azt akarja, hogy becsengessem a tiszti őrséget és lefegyvereztessem. Jól tudja, hogy ez már elkerülhetetlenül maga után vonná az önletartóztatását. Botrányt akar, hogy minden nyilvánosságra jusson. Most még talán nem késő. Talán még segíthetünk a dolgon. Mikor történt a lopás? Ma délután? Talán másfél órával ezelőtt. Honnan tűntek el az iratok? A lakásáról? Igen. Az íróasztalom fiókjából, ahová ideiglenesen rejtettem őket, mert munka közben váratlanul megzavartak. Ki volt önnél utoljára? Tírmen megrezzent, mintha főbeütötték volna. Tábornok úr dadogta. Ki volt önnél? Ordította a tábornok. Egy nő. De ez lehetetlen, erről szó sem lehet. Ki volt az a nő? A nevét követelem. A sürgősséget jelző kék lámpácska gyulladt ki. A tábornok elkapta a lámpával kapcsolatos hallgatókészüléket. Arcán a legnagyobb meglepetés tükröződött. Egy gombot nyomott meg. A szolgálattevő kapitány belépett. A tábornok néhány halk kérdést intézett hozzá, melyre a kapitány ugyancsak súgva válaszolt. A tábornok bocsánatkérő mozdulattal fordult térmem felé. Sajnálom, őrnagy úr, a kapitány úr olyan fontos és sürgős ügyekről értesít, amelyek lehetetlenné teszik megbeszélésünk folytatását. Kérem vonuljon a tiszt urak várószobájába. Söder kapitány úr majd lesz szíves néhány szolgálati ügyben önnek referálni, amelyekről később tárgyalni fogunk. Feltétlenül maradjon a minisztérium épületében, mert szükségem lesz néhány felvilágosításra. Alig hagyta el a szobát Tírmen őrnagy és Schröder kapitány, egy másik ajtó nyílt ki, amelyen Herman rendőrfőnök lépett be. Ajkán mefisztói mosoly játszadozott. Érdekes híreim vannak mondotta, melyek, azt hiszem, a legnagyobb mértékben fogják érdekelni a tábornok urat. Mikor beszélt Excellenciád legutoljára Tírmen őrnaggyal? Ebben a pillanatban. Még itt van az épületben. Hm. Gondoltam. Valami baj van. A tábornok meghökkenve nézett Hermanra. Mit tud ön erről, rendőrfőnök úr? bizonyosat semmit, de sejtettem, hogy a dolgok megértek. Éreztem, hogy sürgős intézkedésre van szükség, és nem jöttem egyedül. De méltóztassék megmondani, mi van Tírmennal. Éppen most jelentette, hogy a tervrajzok eltűntek. Herman bólintott. Én pedig szintén éppen most kaptam olyan értesítést, amely a legnagyobb mértékben megdöbbentett. De talán legjobb lesz, ha személyesen méltóztéik meghallgatni hírhozómat. Kinyitotta a párnázott ajtót, amelyen, intésére, egy nő lépett be. Teréz volt, Agáta komornája. Mit jelentsen ez? Kérdezte a tábornok. Tábornok úr, válaszolta Teréz, ma gyors egymás utánban olyan dolgok történtek a grófnő házában, melyek rendkívül gyanúsak és melyeket sürgősen jelentenem kell. Beszéljen, kérem! A grófnő tegnap délután felkereste Sosszöl Márki. A Márki körülbelül fél óráig maradt a grófnőnél, és mikor elment, a grófnő rendkívül izgatottnak látszott. Ez a nyugtalansága később egyre növekedett. Szobájában egész éjszaka égett a villany, ma délelőtt szokása ellenére nem távozott el hazulról, az ebédhez alig nyúlt és délután már három után elsietett hazulról. Titokban követtem, láttam, hogy Tirmen őrnagyhoz ment, ami annál meglepőbb volt, mert máskor csak öt óra után szokta meglátogatni. A grófnő nagyon ragaszkodik szokásaihoz. Mióta nála vagyok, ez volt az első eset, hogy lemondott ebéd utáni alvásáról. Nyilvánvaló, hogy ez is összefüggött azzal a feltűnő nyugtalansággal, mely a már ki látogatása óta gyötörte. A grófnő körülbelül másfél óra múlva tért haza. Teljesen fel volt dúlva, első pillantásra meg lehetett állapítani, hogy valami rendkívüli dolog történhetett vele. Alig lépett a lakásba, már is parancsot adott, hogy sürgősen csomagoljak. Ő maga is lázasan kapkodta ruháit, rémültnek és szórakozottnak látszott. Megkérdeztem, hogy hová utazik, Megütődve nézett rám, mint aki erre nem is gondolt, és szórakozottan válaszolta, hogy talán nizzába. Szóval, Franciaországba? Kérdeztem naivságot tettetve. Megrezzent és zavartan válaszolta, hogy nem biztos, lehet, hogy még meggondolja magát, és inkább szanrémóba megy. Alig fogtunk a csomagoláshoz, a márki újra jelentkezett. Utiruhában volt. A grófnő kiüzente, hogy nem fogadhatja, nagyon rosszul érzi magát. A Márki, aki a kis szalomban várakozott, erre azonnal távozott. Meg sem kérdezte, hogy mi baja van a grófnőnek, úgy, hogy rám azt a benyomást tette ez a jelenet, hogy az üzenet megbeszélt tolvajnyelv volt, amelyel a grófnő bizonyos dolog elintézését közölte a Márkival. Most hol van a grófnő? Kiáltotta izgatottan a tábornok a lakásán. Engem leküldött bizonyos bevásárlások elintézésére, mire autóba vágtam magam és ide siettem. A tábornok homlokát verejték lepte ki. Szent Isten! Ha közben megszökött. A rendőrfőnök fölényesen mosolygott. Legyen nyugodt, tábornok úr, már intézkedtem, hogy az emberei mérte menjenek és előállítsák. Hatodik fejezet. Tírmen apatikusan ült Schröder kapitány mellett. A derék kapitány már vagy húsz témát próbált elkezdeni, de legnagyobb megütközésére az őrnagy egyikre sem figyelt. Mikor a huszonegyedikkel próbálkozott, Tírmen, akiről nyilvánvaló volt, hogy oda sem figyel, egyszerre csak felrezzent, mintha mély aléltságból tért volna magához és elkínzottan szólt Schröderre. Kérem, kapitány úr, ne beszélgessünk, nagyon fontos dolgokon kell gondolkoznom. Söder megrökönyödve hallgatott el. Csak most kezdte szimatolni, hogy valami baj van, és ez a felfedezés megrémítette. Tírment nem csak mint fejjebb valóját tisztelte, hanem becsülte is, mint jó bajtársat és a tisztikar egyik legképzettebb tagját. Mi az ördög történhetett vele? Természetesen nem mert kérdezősködni ő is cigarettára gyújtott. A kis társalgóban szinte elviselhetetlen volt a doktormai feszültség, amely betöltötte a levegőt és borzalmas zivatar kitörését ígérte. A folyosón szűnni nem akaró karcsörtetés, doppergés, kürtjelek, melyekkel a legmagasabb rangú tiszteket szokták fogadni. Egy óra telhetett el. Tírmen úgy érezte, hogy megőszült és megöregedett kimondhatatlanul fáradt volt. Céltalannak érezte egész életét. Zátonyra futott. Csorba esett tiszti becsületén. Eltűntek a titkos tervrajzok, és egy nő kezén tűntek el. Egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy a tettes csak is az ismeretlen asszony lehetett, aki védelmét kérte. De ki fogja elhinni ezt a fantasztikus históriát? Frey őrnagy jelent meg az ajtóban. Tírmen őrnagy úr a tábornok úr hívatja. Tehát már hivatalos kihallgatás. Gondolta Tirmen keserűen. De arra, ami eléje tárult, mégsem számított. A tábornok szobája előtt kettős őrség feltűzött szuronnyal, és mikor a szobába lépett, Brent tábornok mellett megpillantotta Elbert ezredes hadbírót, Gróf Lémant, a katonai ügyészség vezetőjét, Hermant a titkos rendőrség főnökét. Elvesztem, fogoly vagyok. Rémült meg Tírmen és megtántorodott. Szedje össze magát, Tírmen. Szólt rá a tábornok. Önférfi és tiszt talán sikerül még jóvá tennünk a történteket. Ehhez azonban az kell, hogy a legkíméletlenebb őszinteséggel mindenkire való tekintet nélkül válaszoljon kérdéseinkre. Mi történt ma délután a lakásán délután fél négy és négy óra között ön és Polhely magát a grófnő között? Tírmen arca eltorzult a lelki gyötrelemtől. Összevesztünk, mondotta reketten. Úgy. És miért? Mikor a grófnő a szobámba lépett, egy idegen nőt talált ott. A tisztek egymásra néztek. Őrnagy nagy úr, csattant gúnyosan a tábornok hangja ön háremet tart a lakásán. Nem gondolja, hogy ez tiszthez méltatlan viselkedés. Az a nő véletlen került hozzám. Becsöngetett. Halálos rémületet színlelve azt állította, hogy a férje üldözi és védelmemet kérte. Mikor a szobámba lépett, összeroskadt és sírógörcsöket kapott. És csak ugyan, alig tartózkodott nálam néhány percig, becsöngetett a férj is. Az előszobában fogadtam. És ezt a néhány percet használhatta ki az idegen nő arra, hogy kilopja a fiókomból a terveket. Ez most már egészen világos előttem tervszerű, ravasz komédia volt, trükk, amelybe az én helyemen mindenki más is beleesett volna. Miért volt nyitva az asztal fiókja? Mikor a nő csengetett, éppen dolgoztam. A rajzokat sietve besöpörtem a fiókba. Ez is inkább ösztönös mozdulat volt, felesleges elővigyázat, hiszen eszem ágában sem volt bárkit is fogadni. És néhány perc múlva mégis fogadta a grófnőt is. Erre sem számítottam. A grófnő nyilván leselkedett utánam. Féltékeny volt. Látta, hogy idegen nő jön a lakásomra, és meg akart lepni bennünket. Elhallgatott. Az imént még sápadt arca vérvörös lett. A tábornok kíméletlenül csapott le. Folytassa, őrnagy úr! Mi történt azután? Az ismeretlen asszony, akinek akkor már nyilván táskájában voltak az ellopott rajzok, sietve távozott. A grófnő idegrohamokat kapott. Nem tudtam lecsillapítani. Nagyon kínos féltékenységi jelenet robbant ki közöttünk, amely a grófnő sértődött távozásával végződött. Szóval kizártnak tartja, hogy a terveket a grófnő vitte el. Igen. Ön mind végig együtt volt a grófnővel a szobában. Igen. Bizonyos ez. Jól emlékszik. Igen. Különös. Hogy lehetséges akkor, hogy a grófnő mégis írásban búcsúzott öntől? És a tábornok tírmen elétolta a kis papírszeletet, melyre Agáta azt írta, Isten vele, örökre. Tírmen úgy érezte, hogy kiszáll belőle a lélek. Elzöldült, remegett, mint a hideglelős. Érezte, hogy végzetes és jóvátehetetlen ostobaságot követett el. Hiszen valóban eszébe jutott az imént, hogy az összeveszés hevében kirohant az erkére, és néhány percig ott maradt, de szándékosan nem említette ezt az epizódot. Annyira meg volt győződve lelke mélyén Agáta ártatlanságáról, hogy nem akarta az ellene irányuló gyanút ennek az elmondásával alátámasztani. Miért hallgat, őrnagy úr? Hangzott ismét a tábornok hangja. Csodálkozik, hogy ez a kis írás kezünkbe jutott. Pedig nagyon természetesnek kellene tartania, hogy a legsürgősebben lefolytattuk lakásán a szükséges kutatásokat. Úgy látszik, mégsem minden úgy történt, amint azt ön nekünk elmesélte. Majd nyomban megpróbáljuk felfrissíteni emlékező tehetségét. E szavak után az egyik szolgálattevő tiszthez fordult. Vezessék be Polheim grófnőt. Ó! Tírmen borzadva kiáltott fel. Erre a találkozásra nem volt elkészülve. A következő percben már belépett a grófnő a tisztársaságában. Noha erősen sápat volt, mégis a magatartása, hangja csupa önérzet és tiltakozás volt tábornok úr, mondotta, nem tudom, mit jelent ez. Mióta szokás Németországban ártatlan nőket páncélos autókban elhurcolni lakásukról? Grófnő válaszolta a tábornok, hagyjuk az önérzetes hangot, amely egyáltalában nem téveszt meg bennünket. De hát mit jelent mindez? Mit követtem el? Mi jogon teszik ezt velem? A tábornok füle mellett bocsátotta el a kérdéseket. Tírmenre mutatott. Ismeri grófnő ezt az urat. Agáta csak most vette észre a kisé háttérben álló őrnagyot. Szemébe könnyek szöktek a szégyentől és fájdalomtól. Igen. Ismerem. Tírmen őrnagy. Ön ma délután az őrnagy lakásán járt. Ahol egyébként már máskor is megfordult. Tiltakozom. Ehhez nincs joga. Ön most a hadbíróság előtt áll. Miért? Mivel vádolnak? Hogy ma délután az őrnagy íróasztalából kilopta az új német erődítmények terveit. Hazugság! Kiáltotta elszörnyedve a grófnő. Azután vad haraggal fordult térmem felé. Ön állítja ezt. Így akar bosszút állni rajtam, amiért elhagytam. Csillapodjon grófnő az őr nagy úrgavallérosan tagadja az önbűnösségét. Mi azonban kevésbé vagyunk jóhiszeműek, mint ő, néhány kérdésem lesz. Legyen szíves azokra válaszolni. Ön ismeri Sosszöl Márkit. Természetesen. A sógorom. A Márki az utóbbi napokban megfordult az ön lakásán. Rokonom, tehát természetes, hogy berlini útjával kapcsolatban felkeresett. Van önnek tudomása arról, hogy ki ez a Sosszöl Márki? Hogy mi a foglalkozása? Tudtommal tőkepénzes. Nem egészen, grófnő. A Márki az általunk nyilván francia kémek közé tartozik, és az a gyanú merült fel, hogy ön vele együtt dolgozik. Ez a váratlan és rettenetes vádbombaként hatott. Ez őrület? Kiáltotta a grófnő. Agyrém? Hazugság! Csillapodjon! Az ilyen műindulatrohamok nem tévesztenek meg bennünket! Majd mindjárt felsorakoztatjuk bizonyítékainkat. Önt a kiküldött katonai detektívek éppen szökési kísérlete közben érték tetten. Nem szökni akartam, csak elutazni. Felejteni akartam a csalódásomat. Különös. És ez éppen ma jutott eszébe. Még egyszer felszólítom Polhely magát a grófnő, bevallja, hogy a terveket önlopta el. Tagadom? Akkor hát ide nézzen. Kiáltotta drámai hangon a tábornok és a mellette fekvő irattáskából egyszerre kimarkolta az ellopott rajzokat és a grófnő elé tartotta. Megismeri a rajzokat. Tírmen őr nagy tervei. Az önlakásán találták fél órával ezelőtt a detektívek. Az őrnagy, aki eddig dermedten állt iszonyodva hördült fel. Megfeledkezett arról, hogy hadbíróság előtt áll, a grófnő elé ugrott és magánkívül kiáltotta, Agáta, az Isten szerelmére, hogyan tehetted ezt? A grófnő olyan volt, mint a tébolyult. Mintha megzavarodott volna, mereven bámult az eléje tartott rajzokra és egyre csak azt ismételte. Nem, ez nem lehet lehetetlen. A tábornok felállt. A törvény nevében. Tirmel Rudolf őrnagyot és Polhely magát a grófnőt idegen állam javára történt kémkedés gyanúja miatt letartóztatásba helyezzük. A fegyveres őrök előre léptek és közre fogták a vádlottakat. Hetedik fejezet Vannak csapások, amelyek alatt a legacélosabb idegek is összeroppannak. Egy órával letaratóztatása után sürgősen hívatni kellett a fogház orvosát Tírmen őrnagyhoz. A bróncseppek és a morfium injekció után kissé megnyugodott, már nem ordítozott és dühöngött. Úgy látszott, hogy a szerencsétlen ember megőrült. Túlságosan báratlanul és halmozva érték a borzalmas meglepetések. Kémkedéssel gyanúsítják. A legsúlyosabb, legaljasabb bűncselekmény, melyet katonatiszt elkövethet. Az a tény, hogy Brent tábornok az ő letartóztatását is elrendelte, kétségtelenné tette, hogy őt is felelőssé akarják tenni az eseményekért. Legalábbis súlyos mulasztással vádolják. És mégsem ez fájt térmennek a legjobban. Ártatlanságának tudata talán még elég lelki erőt adott volna neki. De annál kegyetlenebbül érintette, hogy ennyire csalódhatott Agátában, akinek bűnösségében nem kételkedhetett, hiszen lakásán találták meg az ellopott terveket. És ebben a nőben bízott. Néki ajándékozta legforróbb érzéseit. Mindazt a sok lelki szépséget, amelyet a férfi csak egyetlen számára gyűjt egész életében. Tírmennak már szinte minden mindegy volt. A legnagyobb fájdalmak eltompítják az embert. Lesújtva és reménytelenül várta, hogy mi történhet még. Egy emelettel feljebb a fogház egy másik zárkájában a grófnő ült. Nem sírt, nem rendezett hisztériás jeleneteket. Mindaz, ami körülötte történt, olyan fantasztikusnak és hihetetlennek tűnt fel előtte, hogy voltak pillanatok, mikor kételkedett, hogy mindez igaz és csak ugyan megtörténhetett de a cella könnyű ridegsége, a rázárt vasajtó nem hagyhatták kétségben. Megpróbált nyugodtan gondolkozni, de lehetetlen volt valami elfogadható magyarázatot, egy kis világosságot találnia ebben a káoszban. Hogyan kerültek a tervrajzok a lakására? Ki vihette oda? Erre képtelen volt válaszolni. Valami gonosz végzett, megfoghatatlan varázslat áldozata lett ő is és. Tírmen is. E pillanatban ez volt az egyetlen, amiben bizonyos volt. Tírmen is ártatlan. Még idegeiben borzongott a szörnyű kép, az őrnagy eltorzult arca, ahogyan ott állt a bíróság előtt és fülében csengett a kétségbeesett hang, amely kívültött belőle, mikor a tábornok felmutatta a lakásán talált terveket, és szemébe vágta neki agátának, hogy kémnő. Így ilyen sebzetten és kétségbe esetten csak az sikolthat fel, aki szeret és félt valakit. Mennyire szeretett volna Tírmenhoz rohanni és könyörögni néki, hogy ne higgye el, amivel vádolják, mert ártatlan, hiszen inkább ezerszer meghalna, sem hogy ezt a szörnyűséget elkövesse. Most már alig várta, hogy ismét szembesítsék Tírmennal. Olyan rettenetes volt a csapás, amely érte, hogy szinte reménytelennek látta a további küzdelmet és nem bánta, akármi történik is vele. Csak Tírmen bocsásson meg neki, ő ne kételkedjen az ártatlanságában. Érezte, hogy felelős a férfi szerencsétlenségéért, hogy Tírmen szerelmükért fizet. Az országúton szinte röpülni látszott az autó mintha egy pokoli verseny finisét akarta volna lefutni sosszől, egyre nagyobb sebességre kapcsolta a motort. Valósággal a kormánykerékre dőlt, megfeszítve figyelte az utat. Tudta, hogy üldözik. Már napok óta észrevette, hogy figyelik. Gyanús alakokat látott ő gyelegni a Kaiser allén lévő bérpalota körül. De ők mindenre számítottak. Lulu már kora délután a kőváros egyik néptelen, előre megbeszélt utcájában várta Polt az autóval. Lulu ragyogott az örömtől. A siker teljes volt és büszke lehetett arra, hogy a zseniális tervet elejétől végig ő építette fel. Különösen a végső trükk az valóban remek volt. Mosolyogva nézte Paul rettentő erőfeszítését, ahogyan egyre fokozta a kocsi sebességét. Gyerek, Mondotta szelít gúnyal. Mit rohansz? Még valami baj éri a kocsit. Hiszen legfeljebb öt órán belül elérjük a határt, és addig lehetetlen, hogy ránk terelődjön a lopás gyanúja. És megint nevetnie kellett, hogy milyen remek gondolat volt sosször búcsú látogatása a grófnőnél. Amikor a kis szalomban az egyik kárpitozott székvánkosa mögé csúsztatta az ellopott terveket, amelyekre nekik már semmi szükségük nem volt, hiszen Paul azokat pillanatok alatt lefényképezte, és a fényképek már itt vannak náluk az autóban, biztos helyen elrejtve. Lulu büszke volt arra, hogy ezúttal igazán mindenre gondolt. Mérnöki pontossággal számította ki, hogy mi alatt az álszakált öltött és férinek maszkírozott Pól az őrnagyjal a halban vitatkozik, neki bőven van ideje ellopni a rajzokat. Azután még csak egy kicsit kellett húzni az időt. Ameddig a grófnő megérkezik. Csak az volt a fontos, hogy a grófnő legyen az őrnagy utolsó látogatója. Akkor feltétlenül ráirányul a gyanú. Lulu gyakorlott kémnő volt, tudta, hogy a bizalmas feladatokat végző tisztek barátnőit a legéberebben figyelik. Most még csak a gyanút kellett alátámasztani. Ezért vette rápolt, hogy az eredeti rajzokat csempészte a lakására. Ameddig a grófnő tisztára mosakszik, ők egérutat nyernek és túl lesznek a határon. Pól el volt ragadtatva. Nem győzte bámulni Lulu eszét. De még nem volt meg benne a kalandorok hidegvére, és kétségbe esett erővel igyekezett minél előbb elhagyni Németországot. Minden idegében érezte, hogy rádión, telefonon sürgönydrúton rohan utánuk az elfogató parancs. De az országút csendes volt. Békés parasztemberek tolták riadtan és káronkodva félre szekereiket az útról, mikor a veszettül tülkölő, száguldó autót megpillantották. Elröpültek néhány autó és motorkerékpár mellett, eltapostak egy kutyát és elsodortak egy libanyájat. Ebben a veszett rohanásban megsüketül az ember. A motor süvített, a levegő szélorkánná változott. Ilyenkor megszűnik az idő és tér fogalma, az őrület különös faja hatalmasodik el az emberen, a gyönyör egy részeg változata, mikor a megmámorosodott ember beleszédül a száguldás pokoli ritmusába, elveszti józan eszét, nem törődik veszéllyel, egyetlen vágy korbácsolja, előre. Hajrá! Hiába zúgnak utánuk páncélos rendőrautók, ezt a tempót nem lehet elérni. Pol mámoros volt a gyönyörűségtől. A sebességmérő 120 kilométert mutatott. Hurrá! Nincs megállás. Valami boldogító jó várja őket az út végén. A nagy feladatot megoldotta, ami még jön, csupa siker, mosoly, pihenés. Lulu összeszorított ajakkal kissé sápattan ült Pol mellett. Szíve heves embert mint hogy nem ő vezette a kocsit, jobban fel tudta fogni a halálos veszedelmet, amelyben forogtak. De azt is tudta, hogy nem szabad lassúbb tempót parancsolnia. Hát ha már csak ugyan üldözik őket. És sohasem szerette még olyan őszintén és szenvedélyesen polt, mint ebben a pillanatban. A halál közelében az életöztön százszoros erővel lobog fel, felkápráztatja minden tüzét és színességét. Vannak emberek, akik a csókmézét nem is tudják máskor élvezni, csak a veszély perceiben. Földön túli gyönyör volt így együtt rohanni azzal a férfivel, akit szeretett és aki szerette. És akihez egy közös vakmerő kaland minden félelmes szépsége fűzte. Pol most őt szökteti meg és viszi a biztos menedék felé. 125 kilométer. A sebességmérő mutatója idegesen remegett. Ekkor Lulu hirtelen felsikoltott. Paul nem hallotta ezt, a gép elnyelt minden hangot. Lulu erejének teljes megfeszítésével felkapaszkodott ülésén, ami szinte emberfeletti feladat ilyen szörnyű rohanás közben. Valósággal rázuhant Paul vállára és a fülébe harsogta. Repülők, Paul egy pillantást vetett a magasba, és a gép félelmes vargabetűt ugrott, amint keze pillanatra megingott a kormányon. A magasban négy katonai repülőgép keringett. Nyilvánvaló volt, hogy az ő üldözésükre jöttek. Rajvonalba fejlődve keringtek felettük, és az egyik egészen alacsonyra ereszkedett, mintha leszállásra alkalmas helyet keresett volna. Az erdőbe, Kiáltotta Lulu és kinyújtott kezével az országutat határoló mező túlsó oldalán húzódó erdőre mutatott. Paul megértette. Ez az egyetlen menekülési mód. Ha sikerül idejében elérniük az erdőt, ahová a repülők nem követhetik. Habozás nélkül neki kanyarodott a rétnek. A gép ugrálva, zihálva bugdácsolt a rögökön, gödrökön a repülőgépek úgy csaptak le a magasból, mint a ragadozó madarak. Abban a pillanatban, mikor az első földre ért, fehér füstfellek csapott ki oldalából. Az autó teteje megkoppant. Golyók fütyültek el mellettük. Gépfegyverrel lőttek utánuk. Lulu az autó padlójára kuporgott. Pól is igyekezett minél kisebbre görnyedni. Hirtelen írtózatos robbanás reszkettette meg a levegőt. Bombát vetettek, rémült át mindkettőjük agyán, és ugyanabban a pillanatban az autó nagyot ugrott, mint egy megsebzett fenevad. Átlőtték a pneumatikot. Ordított a pól. Elvesztünk. Lefékezett. A kocsi megállt. Most már csak a futásban reménykedhettek szerencséjükre az erdő már egészen közel volt. A kétségbeesés elszántságával iramodtak arra. Mögöttük szüntelenül kattogott a gépfegyver. Lihegve, verejtékezve érték el az első fákat. De nem lehetett fellélegzeni, örülni. Hiszen tudták, hogy még korán sem menekültek meg. Fejük felett két repülőgép keringett. Azok most azt kémlelik, hogy az erdő melyik részén fognak ismét előtűnni. A másik két gép leszállt. Annak a személyzete rajvonalba fejlődve indul az erdő felé. Reménytelen helyzet. Riadtan és megzavarodva néztek körül, hová rejtőzzenek. Vizesárkok és egy összeomlott kőbánya kínáltak fedezéket. Hasoncsúszva ereszkedtek le az egyik mély szakadékba átölelkezve lapultak a fal mellé. A távolból már hallatszott az üldözők közeledő lépése, amint a szétrúgott kövek ropogtak a kemény cipőtalpak alatt. Pól lélektelenül nézett körül. Ha egy barlang nyílása lenne a sziklafalnak, amelybe behúzódhatnának. De sehol semmi rejtek hely. Tisztára kelepcébe estek. Mind a ketten tudták, hogy elvesztek. A szikla tetején sisakos fejek jelentek meg. Ott vannak. Ordította egy hang. Puskalövések villogtak a napfényben. Fel a kezekkel. Eztelenség lett volna minden további ellenállás. Két katona már óvatosan lefelé ereszkedett a meglehetősen meredek sziklafalon. Előre, mordultak keményen a boldogtalanokra, akik a rémülettől még mindig bénultan lapultak a sziklafalhoz. Mintha csodát vártak volna, amely még megmentheti őket. Néhány perc múlva megkötözve vonszolták őket ki a tárnából. Mikor kiértek az erdőből, megpillantották autójukat, amely valósággal darabokra szedve hevert a földön. Egy hadnagy és két katonavésőkkel, kalapáccsal hasogatták darabra, Feltépték az ülés párnáit, szétbontották a falait. Az ellopott tervek fényképei már ott voltak a gúnyosan mosolyogó tiszt kezei között. Pól és Lulu már egészen fásultan fogadták ezt az újabb szerencsétlenséget. Ez a tét elveszett. Legalább két esztendei fegyház vár mindegyikükre. A többi doktor mai gyorsasággal perget le. Estére már ott álltak Brent tábornok előtt meg sem kísérelték a tagadást. A bizonyítékokkal szemben ennek nem lett volna értelme. Tírmen az első szembesítéskor azonnal felismerte Luluban ismeretlen délutáni látogatóját. Pól úri módon viselkedett. Mikor látta, hogy amúgy sem kerülheti el sorsát, igyekezett mindent magára vállalni. Lulu ártatlan, mondotta a menyasszonyom, aki csak szerelemből követett Berlinbe, és fogalma sem volt arról, hogy miért jöttem ide. Brent mosolygott. Hagyjuk a naív meséket, Sosszöl úr. Lulu kisasszonyt már két esztendeje nyilván tartjuk a francia kémek jegyzékében. És különben is azzal a tettével, hogy segített önnek Tirmen őrnagyot félrevezetni, bűnrészes lett. Bennünket sokkal jobban érdekel, hogy mi szerepe volt ebben a bűnügyben az ön sógornőjének. Válaszoljon őszintén, hogyan kerültek a térmenféle tervek a grófnő lakására. Polheim grófnőnek sejtelme sem lehetett arról, hogy a rajzokat én rejtettem el lakásán. Ön? Igen. Mikor utoljára kerestem fel az elbúcsúzás ürügye alatt, Felhasználtam azt a néhány pillanatot, ameddig a komorna a kis szalomban magamra hagyott és akkor rejtettem el azokat egy szék támlája mögé. Gondoltam, hogy a grófnő ártatlansága feltétlenül úgy is kiderül, viszont számomra halálosan fontos volt, hogy a gyanút ráterejjem és egérutat nyerjek. Párizsból értesítettem volna tábornok urat, hogy sógornőm ártatlan. Tírment és a grófnőt még az éjszaka szabadon bocsátották. Fáradtan, elgyötört lélekkel és tépet idegekkel hagyták el az épületet. Brent tábornok, aki legmélyebb sajnálkozását fejezte ki, két autót hozatott számukra. Egyszerre léptek ki a kapun. De mikor a két autó előgördült és Tírmen ránézett a grófnőre, agát a mélységes megrendüléssel lépett hozzá. Bocsáss meg! mondotta. Igazságtalan voltam. De hiszen mind a ketten nagyon megszenvedtünk azért, ami történt. Az őr nagy könnyezve zárta karjába menyasszonyát, és intett az egyik autónak, hogy nincsen rá szükség. Nekik kettőjüknek teljesen elég egy kocsi is. Vége!